Ez anyukádnak. Mit üdvözlesz anyának? Nekem nagyon tetszik, szerintem tök friss, meg fiatalos, meg itt van egy csomó ember, akikkel jobban vagyunk, és évközben nem találkozunk sűrűn, szóval így elvonultunk így a Nagy Budapestről egy csöndes helyre, ahol egész nap hangzavar van, de tök jó. Eddig nekem nagyon tetszik. Mindenki mindenkivel beszélget, barátkozik, és ez tök jó. Ez más fesztiválon azért nem egészen így megy. Van, de nem annyira, hogy tök ismeretlenhez odamész, leülsz hozzá és beszélgetsz. Itt simán, mert tudod, hogy nagyjából ugyanazt gondoljátok a világról. Egy a lényeg, hogy itt közös alap van, tehát itt ugye Isten, ami összeköt az embereket. Nagyon jó érzés felszabadulva dicsőíteni Istent olyan zenékkel, amiket máshol lehet, hogy nem hallok. I see a generation rising up to take their place with selfless faith. Selfless festival. I see a new revival staring as we pray and seek. We're on our knees. We're on our knees. Yeah. A fiatalokat az motiválja, hogy mit hallgatnak, hogy milyen filmeket néznek, hogy milyen vloggereket követnek az interneten. Szerintem azért fontosak a keresztény fesztiválok, mert ez egy olyan terület, ahol nem offenzíven, nem zavaró módon, de Isten szeretetét ki lehet fejezni a fiatalok felé, akit lehet, hogy egy templomban nem lehet berángatni. We make it bando. Amit mi itt képviselünk, az valami nagyon mély. Az valami olyasmi, ami el volt rejtve, ami nem volt nyilvánvaló. És én azt hiszem, hogy aki eljön ide, az kap valamit, amivel gazdagabb lesz. Egy Isten az nem csak a falak között van, hanem mindenhol, ahol élünk, a fesztiválozásban, a kultúrában, a médiában, a gazdaságban, és hogy tényleg egy éles stílus a kereszténység.